Épp a Bonyhád Majosi katolikus templom megújult belső terét veszi szemügyre Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Filóné Ferenc Ibolya polgármester. A projektre régóta készül már az egyházi közösség, de csak tavaly jutottak olyan jelentős anyagi támogatáshoz, amiből már komolyabb munkákat is el lehetett végezni. Gáspár Imre, a közösség tagja azt mondja, voltak előre nem látható problémák is. Az építkezés közben például leomlott a melléképület, majdnem magával vitte a tűzfalat, és hát a tetőjavítás közben is kiderült, hogy a 24. órában nyúltunk az épülethez, de mindezek az erősítések megtörténtek, ami az épület állékonyságában nagyon fontos szerepet játszott. Az épület nem csak szerkezetében és kinézetében újult meg, kibővítették az épület szentély részét, konyhát és vizes blokkal ellátott közösségi helyiséget alakítottak ki. Az energiaforrásról az új tetőn elhelyezett napelemrendszer gondoskodik majd. Potápi Árpád János elmondta, régi problémának a végére érnek most a Majosi templomnak otthont adó ház felújításával. Külön öröm számomra az, hogy Gulyás Gergely miniszter úr a saját keretéből támogatta meg ezt a beruházást 80 millió forinttal. Most azt látjuk, hogy a hónap végére elkészül a felújítás, ami gyakorlatilag egy teljes körülfelújítást jelent kívül belül. Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy ez a hely nem csak egy szakrális hely lesz Majosnak, de a civilek számára is fontos bázist alkot majd. A projektet Bonyhád város önkormányzata is támogatta 2 millió forinttal.